Más témával megyünk tovább. Szakmai egyeztetések és viták alatt van a közigazgatási bíráskodás átalakítása, az önálló felsőbíróság létrehozása. A közigazgatási bíráskodásnak több évtizedes múltja van itthon, és 2013-ban szervezetileg is megújult. A bíróságok szervezetéről szóló törvény 2013. január 1-től rendelkezett a közigazgatási és munkaügyi bíróságok felállításáról. E bíróságok a megyeszékhelyeken folytatnak ítélkező tevékenységet, a munkaügyi bírák tárgyalják a foglalkoztatási jogviszonyból származó pereket, a társadalombiztosítási perekkel együtt, míg a közigazgatási bírák a közigazgatási határozatok felülvizsgálatát végzik. Eljárnak az adó, illeték, vámeljárások során hozott határozatok felülbírálatában, de többek között az építésügyi, hatósági, kisajátítási, környezetvédelmi, fogyatékossági, támogatási ügyekben fontos szerepet töltenek be. E bíróságok társadalmi súlya jelentős, hiszen helyben és gyorsan bírálják el a lakosság ügyeit, azok így nem képezik a szerte ágazó, igen nagy mennyiségű polgári perek részét. A táblázat az ügyforgalmi adatokat mutatja be. A közigazgatási és munkaügyi bíróságok tevékenysége emellett nem csak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő. Az Európai Unióban a közigazgatási ügy hátralékot tekintve Magyarország a második helyen áll, a per tartamot tekintve pedig a hatodik helyen. A különböző fórumokon napvilágot látott elképzelések megbontanák-e bíróságok ügyfélközpontú jellegét. És hogy hogyan, a részleteket mindjárt elmondja nekünk Toma Attila, a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Még mielőtt erre a kérdésre válaszolnánk, egy picit azért beszéljünk arról, hogy a közigazgatási bíráskodásnak milyen múltja van itthon. Én említettem, hogy több évtizedes múltra tekint vissza. Miért fontos erről beszélni, a közigazgatási bíráskodás múltjáról? Valóban, nem csak hogy több évtizedes, szinte évszázados. 1896-ban állt fel először Magyarországon közigazgatási bíróság, ettől is régebbi múltra tekint vissza a munkaügyi bíráskodás. Egy törvény 1884-ben hozta létre az első ilyen bíróságot. Tudni kell, hogy nagyon jelentős súlya van ezeknek a bíróságoknak. Megyénkben is nem a létszám, a bírák létszámát tekintve kiemelkedő ez az ügycsoport, hanem inkább az általuk elbírált ügyek fajsúlya és társadalmi hatása az, ami jelentős. A munkaügyi perekről szerintem nem kell sokat beszélni. Munkavállaló és munkáltató közötti jogvitát képes eldönteni. Érezi mindenki, hogy egy átlagos polgári per, ahol egyenértékű, egyenrangú felek vesznek részt, akár egy tartozásos ügyre, akár házasságfelbontásra gondolunk, ott egyenrangú felek vannak. Bár ezekben a munkaügyi perekben is kimondják a fegyveregyenlőséget, de hát azért tudjuk jól, hogy nem ugyanazokkal a lehetőséggel rendelkezik egy munkavállaló, mint egy munkáltató. Ez az egyik sajátossága ennek a csoportnak, a másik pedig az, hogy az ilyen ügyekben hozott ítéletnek a többi polgári pertől eltérően, amikor egy-egy ügyfél vitáját rendezik, itt akár sok ezer ügyfél vitájára kihatással lehet egy ítélet. Tehát gondoljunk például annak idején, amikor a pedagógus perek ezrével indultak, és egy-egy ilyen ügyben született ítélet kihatott sok ezer munkavállalóra. És tudnék még ilyen példákat sorolni. Illetve hát a költségvetési vonzata is óriási. A közigazgatási bíróság, hát az pedig valahol mindig is a demokrácia egyik fokmérője volt. Tehát felállt az 1800-as évek végén, egészen 1945-ig az a rendszer működött, hát a személykultusz idejében közigazgatási bíráskodásról nem lehetett beszélni. Rendszerváltozás után egy alkotmánybírósági határozat hozta vissza ezeket a pereket. Hát, hogy érthető legyen, tehát bármilyen per ide tartozik, amikor a közigazgatásban születik egy határozat, és tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy a közigazgatásban született határozatot mindenki, minden állampolgár bírói kontroll alá vetheti, tehát pert indíthat egy határozat ellen, hogyha őt sérelmezi. Vámeljárás, adóügy, építésügy, kisajátítás, tehát ezek is olyan területei az életnek, amelynek akár a költségvetési vonzata, akár a társadalmi hatása jelentős lehet. Erről van most szó. Szakmai szemszögből milyen kérdéseket vet fel az, hogyha a közigazgatási bíráskodást újra szabályoznák, vagy újra... Igen. Újra egy új jogszabály szerint
Valóban kellene. Van ezzel kapcsolatban kidolgozás alatt különböző elképzelések látnak napvilágot. Én azt fontosnak tartom megjegyezni azonban, hogy a mostani rendszer sem túl régi. Tehát 2013, tehát igen, még a múlt évezre születte vagyok, mindig ez jut eszembe, de tulajdonképpen egy bő három éves rendszerről van szó, amely most nemrég állt fel, és nagyszerűen működik. Ezt változtatná meg az elképzelés, az egyik neuralgikus pontja ennek az elképzelésnek a régiósítás. A mostani rendszerben minden megyében működik közigazgatási és munkaügyi bíróság. A közigazgatási bíráskodást ez az új tervezet régiókban gondolná el. Én úgy tudom, hogy 6 régiót hoznának létre, egy felső bíróságot, Székesfehérvár központtal. Most úgy látjuk, hogy ez a mostani rendszer, ami nagyszerűen működik, több okból is különböző adatokkal ezt alá lehet támasztani, ezek az adatok nem csak a mi megyénket, hanem akár a nemzetközi összehasonlítást is kiállják ennek a próbáját. Tehát ez a hatékony, ügyfélközpontú rendszert alapjaiban szüntetné miért meg. Miért lenne előnytelen a régiósítás? Elnézést, hogy így közben igen, kérdeztem. Tehát, hogy miért lenne előnytelen? Az előnytelen talán az ügyfelek számára lenne az. Hát most gondoljuk el, hogy ebben a percsoportban talán, ha lehet mondani, még kiszolgáltatottabbak az emberek. Fogyatékossági folyósítással kapcsolatos perek, megváltozott munkaképességgel kapcsolatos perek. Eddig Nyíregyházára kellett járni az ügyfeleknek, hogyha meg kellett támadni egy ilyen határozatot. Most minimum Debrecenig el kell menni, utána esetleg Székesfehérvárig. Azt mondjuk, hogy ez nem az ügyfelek érdekében születne ez a változtatás. Társadalmi hatása úgy gondoljuk, hogy nem lenne egy pozitív. A pertartam növekedésre is hatással lehet, illetve hát költségnövelő hatása lenne mindenféleképpen, úgy látjuk. A szakma még egy kérdést emleget, mégpedig az, hogy a közigazgatási legfelsőbb bíróságra a jelenlegitől eltérő módon nevezhetnének ki bírákat, hogyan? Az ezzel kapcsolatos terveket én külön nem ismerem. Valóban megbontaná azt a mostani rendszert, hogy milyen módon lehet valaki bíró. Most ez egy garancia tulajdonképpen. Garancia a bírói kinevezés rendszere, az elmozdíthatatlanság rendszere. Innentől kezdve nem lenne egészséges az, hogyha a közigazgatási bíráskodásra más rendszer szerint lehetne bíróvá válni, mert akkor tulajdonképpen nincsen azonos jogköre egy-egy bírónak. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogyha felállnának ezek a bíróságok, tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, tönkre menne egy olyan társaság, egy olyan tapasztalat, akik mostanáig foglalkoznak ezekkel az ügyekkel. Kifejezetten szakjogászok foglalkoznak az ilyen ügyekkel, ezek a bírák kollégiumokba tömörülnek, nagyon összetartó társaságról van szó, egységes az általuk kidolgozott ítélkezési rendszer, és hát tulajdonképpen azt nem látjuk biztosítottnak, hogy azok a bírák, akik most jelenleg ilyen ügyekkel foglalkoznak, hogyha esetleg a régióban nem kapnak állást esetleg felállítandó régiós bíróságon, akkor tulajdonképpen nem tudjuk, hogy velük mi lesz. Nem tudjuk, hogy itt tudnak-e számukra bírói státuszt biztosítani, vagy sem. Bírói beosztás pontosabban, nyilván a bírói státuszuk nem szűnhet meg. Ez az egyik kérdés. A másik például az őket kiszolgáló technikai személyzet, leírók sorsa, ezt egyáltalán nem vitatja, vagy részletezi a tervezet. Tehát ez egy ilyen belső strukturális átalakítással is jelen. Nincs kidolgozva. Fogunk erről még beszélgetni. Köszönjük szépen. Köszönöm én is.